pofa. Resseller és Nasser. Nasser ügyesen cselezett, pedig fogta a nyakát is egy percig, vagy fél percig. Resseller, Szenes, 20 méter. Oly de jó lövés. Hán meglehetősen mérgesen mutatja, hogy kit hagytak szabadon, pont ezt a nagylövő fiút. Szóval nem sokkal ment fölé. Talapa, talapa még, talapa, Hanich lőhetné, talapának újra, és ott a lehetőség, Keller segít. Negyed óra van még hátra a félidőből, 0-0 az állás, és csak imit amott van némi kis lendület a játékban. A Ferencváros sem rohamoz túlzottan, jó szöglet. Bizony, erősen nekiesett a kapufának, nagyot koccant a kapus. Balog. Ravasz egy labda volt. Nagyon-nagyon barátságos hangulatú találkozó. A szurkolók sem hallatják nagyon a hangjukat. Albert. Hanichal a nyakán. Már nagyon kim van a sarokban. Ketten is gyötrik, és befordul. Turiák, lövés, Nasser, szöglet. EMTK-s ért hozzá, ez gólhelyzet volt, talán az első igazi. Nézzük csak, Albert küzdötte be magát. Hanich, Jován, Balog, kapáslövés lehetőség. Hát igen, 13 perce játszanak most ebben a pillanatban, és változatlan 0-0 a második félidőben. Albert, nagyon jól ad a Szenesnek, ez se rossz, Nasser, gólhelyzet, Zsiborás, és Duriák mellé lövi. No, ez ritka eset, ez utóbbi már lecs is volt, úgyhogy mindegy, hiszen a két ferencvárosi Nasser és Szenes ketten voltak ott, Duriák lövése már lesnek számított. Szenes, Albert, itt pedig Hán remekül. Újra talapa, talapa egyedül maradt. Keresztül jön ki rá, Balog mutatja magát benn, jól is jön! Ej, de nagyot védett Balog, fantasztikusat! Balog Gábor fejesét szenzációsan tolta a léc felé, hozzáteszem, ha földre fejeli Balog Gábor, akkor alig ha van kapus, aki ki tudja ezt védeni. Pintér labdája Szenesig nagy nehezen, embert érintve jut el. Pintér, lopakodott lövéshez, üde jó! Ballal rásuvasztotta, Pintérnek kevesebb gondot okoz, ha ballábára jön a labda. Balog Tibor válogat, és indítja Pölöskeit. Balog Gábor felé száll az átadás. Itt a gólhelyzet. 11-es. Úgy nézett ki, hogy Balog Tibor elrontja ezt a lehetőséget. Végül is tulajdonképpen tisztán kapta a fejest. Nem tudta, mit kezdjen vele. Elindul kifelé, és Keller kaszálta el. MTK 11-es, 9 perccel a befejezés előtt. A negyedik lehetősége Balog Gábornak, hogy gólt szerezzen. Balog. 1-0 az MTK javára. Óriási helyezkedés a 16-oson belül. Keresztúri, szöglet, hatalmas alsó sarkos lövést védett ki Zsiborás.